Egy magyarországi felmérés szerint 100 börtönben lévő csecsemőgyilkos anya közül 100 mondta azt, hogy nem látott más megoldást, nem talált kapaszkodót, egy szalmaszálat. Többnyire révetek tekintettel meredtek a semmibe, visszagondolva tettükre. Azt is elmondták, mégpedig kivétel nélkül mindannyian, hogy ha tudtak volna valakiről, egyházról, alapítványról, aki diszkréten segít, nem követték volna el szörnyű tettüket. A most következő műsor a Napsugár Gyermekmentő Alapítvány munkáját mutatja be önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelt lelkész úr, plébánosától kaptam a címét. Azt tanácsolta, hogy először levélben keressem meg önt. 15 hetes magzatról van szó. Megkaptam ugyan az abortuszra az engedélyt, de jobban szeretném, ha a gyermek vallásos családba kerülne. Válaszát megköszönöm. Kedves Almási testvér és Marika! Abból az alkalomból írok, hogy készhez kaptuk Ricsike születési anyakönyvi kivonatát, és ezen a héten már a személyi igazolványunkba is be fogjuk iratni, hogy vér szerinti szülei vagyunk. Ezzel talán lezárult az a sok izgalommal járó bürokratikus folyamat. Határtalanul boldogok vagyunk. Ricsike már 5 hónapos elmúlt, 8,5 kilogramm, aranyos, mosolygós, nyugodt, kiegyensúlyozott kisgyerek. Szavakban nem is lehet ezt az érzést kifejezni. Legközelebb áll hozzám Mári Szent Moső megfogalmazása, az igazi anyukám nem a hasában hordott engem, hanem a szívében. Én lettem a szeme fénye. Drága lelkész úr! Csordulásig tele van a szívem, szívünk boldogsággal, szeretettel, hálával. Nem gondoltam, hogy még valaha át tudom élni ezt a csodálatos érzést. Ez a kisfiú maga a csoda. Drága, aranyos, értelmes kis jószág. Szinte óráról órára aranyosabb, borzasztóan tud már enni. Ahogy elesetten hazahoztuk, ahhoz képest már is óriási a változás. Óramű pontossággal adja az egész ház tudtára, hogy ő bizony éhes, és oda, ami neki jár. Bár még nem lát, de mindenre figyel. Éjszaka felveri az egész házat. És valahányszor ránézünk, örül a lelkünk. Nem tudom, ez az állapot meddig tart, de minden percen sírni tudnék az örömtől, hogy azt tehetem, amit teszek. Mikor mosolyog, mintha nap sütne le ránk, annyi szeretet és melegség van a szemében. Mióta a miénk, újra értelmet kapott az életünk. Számomra még időnként mindig alig elhihető, hogy én vagyok az anyja ennek a kis tehetetlen, pihegő csodának, aki már megismer, huncutól rám mosolyog, mohón eszik, és édesleden elalszik a karomban. Csodálatos érzés. Valaki azt mondta, azért ilyen derűs, békés kisbaba, mert a környezete ilyen, mi azt mondanánk, hogy a békét és derűt tőle kapjuk. Tíz héttel ezelőtt fogantam. 70 napig értem csupán, pedig élhettem volna akár 70 évig is. Ezen a képen csak a pici lábaim látszanak, de már szinte minden szervem kifejlődött, amikor megöltek. Azt hiszem, kár értem. A feleségemmel jó 10 éve foglalkozunk azzal a gondolattal, hogy valamilyen módon segíteni kellene a gyerekeket. A Napsugár Gyermekmentő Alapítvány mindössze 2,5 esztendős. Korábban is megpróbáltunk segíteni bajba jutott gyerekeknek, de intézményesen végül is ez volt. Azt szokták mindig kérdezni, hogy mi a motivációja ennek. Nos, hát a mi motivációnk az, hogy mi magunk is örökbe fogadtunk 2 kisgyermeket 8 hónapos korban. Most már 7 évesek, és bizony végigjártuk azt a nem könnyű utat, amit Magyarországon örökbefogadó szülőknek végig kell járniuk. Eldöntöttük, mert nagyon sok olyan momentummal találkoztunk, amit a mi megítélésünk szerint sokkal jobban lehetett volna csinálni. Eldöntöttünk, hogy megpróbálunk egy alapítványt összehozni, gyerekmentő alapítványt,
amelyik esetleg örökbeadással is foglalkozik, és könnyíti ezeket a túlságosan bürokratikus procedúránkat. A célunk az, és ott kezdődik a tevékenységünk, hogy olyan pici babák, akik a mi közreműködésünk nélkül meg se születnének, megszülessenek. Igen sokszor vádolnak bennünket azzal, hogy elvesszük a gyerekeket máshonnan. Erről szó sincsen. Ha olyanok telefonálnak nekünk, akik volt egy konkrét esetünk, telefonon fölhívott valaki vidékről, és azt mondja, hogy kezemben van az abortusz engedély, és most indulok az orvoshoz. De valaki a kezembe adta az önök szórólapját, és azt mondta, hogy hívjam föl önt először. Fél órát beszélgettünk. A fél órás beszélgetés után ez a lány elmondta, hogy azért nem kell neki a pici, ugyan ő föl tudná nevelni, ugyan neki semmi gondja nincs, de az édesanyja nem akarja. Kiderült, hogy az édesanyja szégyelli ezt a szituációt. A lány 22 éves volt, és fél órás beszélgetés után azt mondta nekem, hogy akkor most én ezt a papírt összetépem. És a pici megszületett. Mert hát valamikor el kell dönteni egy 22 éves lánynak, hogy az édesanyjára hallgat, és esetleg egy életen keresztül bűntudattal él, vagy vállalja tetteinek a következményét. Szóval valahol itt kezdődik a dolog, ez egy lelki gondozói téma. Amikor valaki túl van azon az időn, hogy egyáltalán abortusz lehetséges legyen, akkor megkereshet bennünket. Többféle variáció is van ilyenkor, a szórólapjainkat nagyon szeretnénk, ha minden ambuláns nőgyógyászati rendelésen ott lenne, és másutt is. Meg kell, hogy mondjam, hogy mi nem vagyunk képesek még eléggé teríteni ezeket a szórólapokat. Mindenesetre jelentkezhet nálunk, akár úgy is, hogy nincs hova mennem. Nem tudok mit kezdeni, 7 hónapos terhes vagyok. És korlátozott mennyiségben ugyan, de tudunk helyet adni ilyen lányoknak. A mi alapítványunknak nem elsődleges célja az örökbeadás, az elsődleges célja a gyerekmentés. Ez olyankor látszik igazán, amikor egy anya elhelyez nálunk egy kisbabát, mert nem tud vele éppen mit kezdeni. Ha a körülményei javulnak, akkor minden további nélkül visszaveszi ezt a kisbabát tőlünk. Nem kell állami gondozásba adnia, és nem kell érte fizetnie. Most van egy kárpátai kisbabánk, akinek az édesanyja 2 hónapot kért. És ő 2 hónap alatt szeretné eldönteni otthon a saját falujában, hogy hazahozhatja ezt a picit, elfogadja-e a közösség, elfogadják-e a szülei, és egyáltalán. Egy jó hónap eltelt körülbelül, és várjuk ezt az anyukát, és nagyon reméljük, hogy el tudja vinni a kisbabát. Sajnos az a jellemző, hogy a hozzánk kerülő lányoknál, fiatalasszonyoknál, hogy nem kell a gyerek. Ez egy szomorú mondat, de ez ma jellemző. Csináltunk egy fölmérést a kalocsai női börtönben. Azok az anyák, akik ott vannak, 91%-ban azt mondják egy szabványkérdésre, hogy ha lett volna egy szalmaszál, akkor megölte volna a gyerekét, hogy nem. Na most mi itt ebben a társadalomban egy szalmaszál tudunk lenni, nem több ennél. Egy telefonszám, és hogyha valaki megtalál bennünket, és el tudja fogadni a segítségünket, akkor nagyon szívesen segítünk. Mi itt a Tököli börtön szomszédságában lakunk. Többször meglátogattam ezeket a fiúkat. Gyakorlatilag a börtönlakóknak több mint 90%-a volt állami gondozott. Egyszerűen újra termelődnek a dolgok. A mi lemondó anyáink között egy csomó állami gondozott van. Ezek az állami gondozott lányok 16-18 évesen azt mondják, hogy minden történjen inkább a gyerekemmel, de ne legyen állami gondozott. A gyerekek az elhagyott gyerekek, többnyire fél családokból vagy család nélkül érkeznek a világra, tehát valahol valami nagyon el van már rontva. Na most azt kellene megtalálnunk azt a pontot, ahol a leghatékonyabban lehet segíteni. Mi úgy látjuk, hogy a megelőzés lenne a leghatékonyabb, bár ez egy nagyon türelmes, hosszú távú munkát igényel. Úgy gondoljuk, hogy ha egy csecsemőt vagy egy kisgyermeket sikerül normális környezetbe juttatni, akkor olyan esélyeket kap, amely esélyekkel nem rendelkezik egy állami gondozásban.
Tehát nem termelődik újra az állami gondoztottak száma. Az állami gondoskodást meg kellene szüntetni. Természetesen nem lehet megszüntetni, és végleg nem egyik napról a másikra. De azt el tudnánk érni hasonló, karitatív, egyházi intézményekkel, hogy egyre kevesebb gyerek kerüljön állami gondozásba. És az állami gondozásból a gyerekek 18 éves korban kikerülnek, tehát valahol ez a létszám, ez szép lassan elkezdene csökkenni. És én azt hiszem, hogy egy ország erkölcsi gondolkodását igen komolyan jellemezné az a mutató, hogy mennyi az állami gondozottak száma. És ha mi ebben egy picit tudunk segíteni, akkor nagyon hálásak vagyunk Istennek. Azt szokták mondani, hogy amit mi csinálunk, az diszkrimináció, ugyanis kizárólag a gyakorló keresztény családok kapnak tőlünk kisgyermeket. Ezt így jegyezte be a bíróság, és így fogadta el a legfőbb ügyészség. Igen, ez diszkrimináció. Nem látunk ma Magyarországon olyan erkölcsi bázist az egyházakon, a gyakorló keresztényeken kívül, akikre lehetne bízni gyermeket. Megkérdezte tőlem valaki, hogy akkor egy ateista nálatok nem is kaphat gyereket? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Tehát eséllyel nem jelentkezhet. Természetszerűleg ma Magyarországon a gyermekvédő intézeteknél lehet jelentkezni örökbefogadásra, minden esélye megvan, hogy ott kap gyermeket, 6 év alatt, 8 év alatt, ahogy éppen besorolják. A másik nagyon fontos dolog, hogy nálunk nem jelentkezési sorrend van a szülők kiválasztásánál, hanem alkalmassági sorrend. Tehát ha jelentkezik egy hónappal ezelőtt valaki, aki a legalkalmasabb tűnik, akkor a következő pici babát ő fogja kapni. Maga az örökbeadás lebonyolítása ma Magyarországon, ha azt mondom, hogy 2 hét, akkor azt hiszem nem mondtam túl keveset és túl sokat. Tehát ennek a jogi részét nagyon gyorsan le lehet bonyolítani. Nem szabad ennyire gyorsan, tehát sokkal inkább meg kell gondolni egy örökbeadást és egy örökbefogadást, mint hogy ilyen gyorsak legyünk. Természetszerűleg a jog erőre emelkedés előtt. Ma Magyarországon az örökbeadást a köztársasági megbízati hivatalok végzik, tehát mi nem adunk örökbe. Ez egy igen lényeges kérdés, mert sokan úgy gondolják, hogy itt valami adoption agency működik, szó sincs róla. Mi egyet teszünk, szülőket keresünk az elhagyott gyerekeknek, és nem fordítva, tehát nem gyereket keresünk örökbefogadni szándékozó szülőknek. Éppen ezért a szülők kiválasztása roppant fontos. Ha nem gyerekvédelmi szempontjaink lennének, akkor a szülők kiválasztása más szempontból lehetne fontos. Tehát ha például a gyerekkereskedelemmel foglalkoznánk, ugye akkor az lenne a kérdés, hogy ki mennyit tud fizetni. Döbbenetes dolog, hogy Magyarországon milyen mértékben elterjedt a gyerekkereskedelem. Engem hívott föl New Yorkból olyan gyerekkereskedő, aki például felajánlotta, hogy az alapítvány lenne szíves magyar gyerekeket cserébe adni török gyerekekért, mert ő török gyereket relatíve olcsón be tud szerezni, viszont nem tudja New Yorkban értékesíteni. Amikor én ilyenekről beszélek, vagy egy műsorban ezeket elmondom, akkor a társadalom ezt hallja. A hivatalos gyerekvédelem nem hallja. És az az érzésem, hogy mások se hallják, akiknek hallaniuk kellene, mert nem történik semmi. Magyarország 1989. novemberében aláírta azt az emberi jogi ENSZ egyezményt, aminek a lényege, hogy külföldre gyereket örökbeadni tilos. Addig, amíg a származási országban nem tettünk meg mindent annak érdekében, hogy elhelyezhető legyen biztonsággal. Ennek ellenére ma Magyarországról százával kerülnek gyerekek külföldre. Én nem értem, hogy miért nem lehet mindent megtenni ez ellen. Amíg a jelenlegi törvények vannak érvényben, addig a gyerekvédelem, szeretnék nagyon szépen fogalmazni, de nagyon nehéz, azt hiszem, hogy megoldhatatlan. Ma Magyarországon a gyermekotthonok abban érdekeltek, hogy a gyerekek ott legyenek az otthonban, tehát se örökbe adni, se nevelőszülőkhöz kiadni, ez nem érdekük. Miért nem? Azért, mert normatív támogatásból élnek. Tehát akkor tud fizetni egy igazgató, egészen magyarul a személyzetének, hogyha van akkor a gyerek létszám, hogy meg tudja termelni a megfelelő pénzt. Na most ez egy olyan rendszer, és évek óta
görgetjük magunk előtt ennek a rendszernek minden hibáját, amit régen el kellett volna felejteni. Azt szoktam mondani, hogy ez végül is egy harc, és minden kisgyereknek a sorsa az egy megharcolandó, komoly feladat. A picik pillanatok alatt beilleszkednek. Tehát olyan gyerekek, akiknek nem lehetett mosolyt látni az arcán, amikor egy örökbefogadó anyuka a kezébe veszi, a gyerek én nem tudom, hogy hol és hogy, de érzi, tudja, hogy ő most biztonságba került, és mostantól kezdve őt egy valaki, az anyuka fogja szeretni, természetesen az apukával együtt. Jó Földi Attila vagyok, vegyészmérnök, 30 éves. Tanárként dolgozom, 3 gyermek, apja vagyok. Jó Földiné Petrikéva vagyok. Végzettségem szerint textilmérnök, most a 3 picivel vagyok otthon. 3. Ő Bence, a legidősebb. Ő 90-ben született, én szültem. Ez azért furcsa, mert a másik 2 picit nem én szültem. Őt tavaly márciusban sikerült örökbefogadni Balázs. 1,5 éves, és legkisebb, ő lány, Emese, és 4 napja a miénk. Most 2 hónapos. Egy alapítványon keresztül fogadtuk örökbe a piciket, és nyílt örökbefogadással. Tehát a szülők, illetve az anya mindkét esetben is ismer minket, személyesen a mi nevünkre mondott le a picikről, és természetesen mi is ismerjük az anyákat. Azt is majd, hogy nem biztosra merem mondani, hogy azért nagyon sokat számít, hogy valaki keresztény családból indul. Én nagyon örülök neki, hogy én keresztény családba születtem, és hogy ott nőhettem föl. De később azért ezt mindenkinek saját magában kell elrendeznie, hogy ő most azért inkább istenhívő szeretne lenni, vagy nem. Ez olyan állásfoglalás, ami nincs harmadik út. Decemberben olvastunk egy újságcikket, hogy létrejött ez az alapítvány. És régebben is volt egy olyan szándékunk, hogy ha tehetjük, akkor fogunk örökbe fogadni gyerkőcöt, vagy gyereket. És akkor úgy nézett, hogy na igen, itt az alkalom. Most már van lehetőségünk, és megpróbálkoztunk vele, és sikerült. Az első kérdés mindig az szokott lenni, hogy miért nektek nem lehet több saját. És akkor csodálkoznak igazán, amikor elmondjuk, hogy de hát reméljük, hogy még lesz is saját. Ez a mi döntésünk volt, és hát örömmel mondhatom, hogy a szomszédok is. Tehát rokonok és a tágabb környezet is nem... Senki nem idegenkedik Balázstól. Határozottan emlékszem arra, amikor óvodás koromban szüleim szerettek volna örökbefogadni egy kisfiút, és nem tudták örökbefogadni. Egész pontosan az volt az indok, hogy vallásos nevelésnek nem tehetik ki a gyereket. És édesapám lelkész. Később is találkoztam, már gyerekkoromban is levelezőtársam volt egy kislány, aki intézeti volt, és nagyon sajnáltam. Mindig azon igyekeztem, hogy tudnék rajta valahogy segíteni, mert nagyon szomorúnak tartottam azt, hogy ő ott van, és neki ott kell lennie. Amikor elhelyezkedtem, a munkahelyemen is voltak olyan lányok, akik intézetből kerültek hozzánk. Már a munkahelyre. És egyre inkább úgy voltam vele, hogy azért ezeken a gyerekeken nem 16-18 éves korukban kellene segíteni, hanem hát lehetőleg előbb. De ezek mind olyan dolgok voltak, amik csak egy-egy parány lépcsőfok vagy állomás afelé, hogy végül is eldöntöttük ezt, hogy mi örökbe fogunk fogadni. Azt gondolom, hogy nagyon sokáig tanakodhattunk volna azon, hogy jól tesszük-e azt, ha örökbe fogadunk gyereket, mert hogy
reális esély van arra, hogy, hogy esetleg valaki, nem tudom, hogy mondjam ezt, később megbánja? Vagy még mielőtt örökbe fogadna, megbánna, csak is úgy gondolom, hogy arra, az ismerősök miatt leginkább. Mert hogy azokat a kérdéseket szokták feltenni, hogy fogod-e tudni ugyanúgy szeretni például. Vagy, vagy hogy kire fog jutni. Ezek azok a kérdések, amik szerintem a legtöbb embert elgondolkodtatják akkor, amikor arra gondol, hogy esetleg örökbe fogadna. Azt gondolom, hogy elsősorban nem a gondok számítanak ilyenkor. Egyszerűen lehet nekik örülni. Kisgyerekekkel kapcsolatban és az örökbefogadással kapcsolatban jutott eszembe egy nagyon régi mondás. Egy öreg bácsi mondta, hogy ha az Isten báránykát ad, akkor legelőt is ad hozzá. Nem kell félni attól, hogy majd esetleg nem tudunk adni a gyerekeknek enni, vagy e félétől. Örülök neki, hogy amire szükségünk van, úgy tűnik nekem, hogy mindenünk megvan. De ha nem lenne is. Ami meg nincs meg, annak meg nem is biztos, hogy szükségünk van rá. Így van. De ha ennél sokkal nehezebb dolgok jönnének ránk, akkor sem tudom elképzelni, hogy lemondanék róluk. Két ilyen anyukával találkoztam személyesen, elbeszélgetve erről a dologról. Balázs fiam és Emese lányom anyukáiról van szó. Más a véleményem, mint amit általában hallok. A szomszédasszonyaimnak és több helyen, ahol szóba kerül ez a téma, általában az szokott lenni a véleménye, hogy hát hogy lehet ilyen gyerekről lemondani, és hogy milyen anya az, és így tovább. De gondolom, hogy mindegyikünk hallott már ehhez hasonló megfogalmazásokat. Én semmiképpen sem akarom elítélni. Inkább sajnálni lehet, én úgy gondolom, ezeket az anyukákat. Próbálkoztam azzal, hogy megérteni, és talán bizonyos mértékig és egy szintig érthetőnek tartom az ő elgondolásokat, holott az, én úgy gondolom, hogy ha nagyon-nagyon nehéz dolgok jönnének ránk, szóval akkor sem tudom elképzelni, hogy a három gyerekemről lemondanék, vagy esetleg valamelyikről is a három közül. Az anyukákkal való beszélgetésemből pedig hát annyit, hogy nem elítélni kellene őket, hanem valahogy megpróbálni segíteni rajtuk, vagy megpróbálni megérteni őket. Biztos, hogy mindenben nem tudok én sem igazat adni nekik. De sokkal több szomorú élethelyzetet látok azóta, és hogy mekkora szomorúság lehet az, hogy valaki a saját gyerekét nem tudja nevelni, mint azelőtt, mielőtt találkoztam velük. Mind a ketten elmondták azt, hogy nehogy azt gondoljam, hogy nekik ez egy könnyű lépés volt, vagy hogy ők csak úgy könnyen lemondanak a gyerekükről. Hogy ők, nekik igenis ezt nagyon hosszan és nagyon meg kellett gondolniuk. És én mind a két esetben úgy jártam, hogy semmit nem tudtam szólni, mert tudtam, hogy ez valóban nem volt könnyű, hogy ők lemondanak a gyerekükről. Holott hát természetesen senki sem kényszerítette őket erre. Ez mind a kettőnek saját elhatározása volt. Mind a ketten lányként szültek, és egyszerűen nem tudták hova vinni a gyerekeket. A családban kell lenni egy valakinek, aki a lényeg. És akkor jó, hogyha se nem ő, se nem én. De ez megint olyan, ami az Isten hívő emberek sajátja lehet, hogy Isten van a középpontban. Köszönöm. Jaj, de szép. És a nadrágod, Balázs? Nincs. Gyere, picim, gyere.